Polgáron születtem 1945. február 5-én. Szüleim földművesek voltak, gazdálkodó emberek, és édesapámnak nagy tervei voltak a modernizálásra, de jött a rendszerváltás, jött a kommunizmus, és ő kuláklistára került, bár nem volt olyan sok földje, hogy ez lehetséges lett volna. Minden esetre mindenünket elvittek, elszedtek, őt a szószoros értelmében üldözték, és nagyon sok rokonunkat börtönbe zárták, internálták, ketten öngyilkosok is lettek, menekülve a börtön elől. Szóval a gyermekkornak volt egy ilyen nagyon súlyos, iszonyú vonulata. De volt egy másik is, a meghitt családi élet, a szüleimmel és a testvéreimmel bensőséges viszonyban éltünk, bár a nővérem már akkor Egerben lakott, mert nem is jöhetett haza, ő 16 évvel idősebb, mint én. Bátyámmal és a szüleimmel laktunk Polgáron. A nagyszüleim házát elvették, őket is oda költöztették hozzánk. Aztán emlékszem rá, hogy egy vasárnap délelőtt jött egy rendőr édesapámhoz, és mondta, hogy fogja be a lovait a szekérbe, vendégei érkeznek. És édesapám hazajött az állomásról egy csomó kitelepített pesti emberrel. Egy volt köztük Kossuth Ella, Kossuth Lajos leszármazottja, aki hát nagyon kiabált és sírt. A pestiek különleges színfoltot jelentettek, mert általuk is beleláttunk a történelembe. Szóval ilyen dolgok voltak. Teljes kiszolgáltatottságban élt a család. Mikor elsős általános iskolás diák voltam, vagy másodikos, mentem haza az iskolából, és hát nagy tervekkel, hiszen Kukorica Jancsiról tanultunk, és azt láttam, hogy a sárban leborulva ott vannak a GA jelzésű zsákok. Mindenünket elvittek, de a terményeinket elszállító szekér fölborult a sárban, és így láttam a GA jelet a sárban. Ez számomra jelképes is volt, hogy ott vagyunk sárba taposva. Mindenünket elvitték, a lovainkat is, a tehenünket is. A tehén hazajött a csordáról hozzánk, és jött érte az, aki megvette. A lovainkat éjszaka megetettük, mert sajnáltuk őket, azokat később visszakaptuk. Szóval iszonyú emlékeim vannak, de a szüleim mélyen vallásos katolikus emberek voltak, és valami tiszteletre méltó, mély hit, emberi tartás ért bennük. Úgyhogy számomra mind a ketten, édesanyám is, édesapám is példák voltak egész gyermekkoromban. Édesapám földjeit elvették, és 14 kilométerre Polgártól kapott helyettük földet, kint szántott ezen a messzi földön, mikor megállt mellette egy autó, és leszállt róla négy egyetemista, és mondták, hogy Albert bácsi, forradalom van, és maga lett a mezőgazdasági osztály irányítója. Édesapám mondta, hogy hát hova itt nem hagyhatja itt, de hát haza jött, és megfürdött, és elment este a gyűlésre, és azt tanácsolta, mint a forradalmi bizottság elnöke és titkára is, hogy legyen rend, békesség, fönt kell tartani a rendet, majd lesz törvényes ítélkezés. Ennek ellenére 1957-ben többször szinte agyonra verték. Április 3-án este annyira megverték, hogy amikor május 1-jére jöttek érte, még a nyíregyházi kórházban feküdt.
és amikor hazajött 3 nap múlva egy verés után, amikor kidobták egy erdőben, és 3 nap múlva hazavánszorgott, akkor édesanyám levetkőztette Mesztenelre, és behívta a bátyámat, meg engem, és azt mondta, hogy ezt nézzétek meg, fiaim. A tetőtől a talpáig fakadoztak ki a gumibottal vert sebek, ezután került kórházba hosszú időre. Majd 57-ben bebörtönözték, és először 2 évet kapott, de volt fellebételi tárgyalás, és mi fölsöpörtük az udvart, vártuk haza édesapámat, és hát édesanyánk jött azzal, hogy 4 évre módosították az ítéletet. A polgáriak perét katonai bíróság tárgyalta, az elnök és a titkár kiváló rendes emberek voltak, 12-12 évet kaptak a békefenntartásért, mind a ketten belehaltak, úgyhogy az édesapám 4 éve nem számított soknak. ...1959-ben fejeztem be az általános iskolát, és édesapám üzente a börtönből, hogy mindenképpen próbáljak tanulni. Azért üzente, mert még a vizsgálati fogságban cellatársa volt Kis Ferenc és Székehédi Ágoston, a 2 irodalmár, akik látták, hogy mi a helyzet, és tudták, hogy a paraszti világnak nincs jövője, menekülni, tanulni kell. Engem azonban nem vettek föl a hajdúböszörményi és a hajdúnánási gimnáziumban sem. Megdöbbentő emlék számomra, hogy fiatal osztályfőnököm, az áldott emlékű Polgár Ferenc 59 nyarán egy késő este kopogott a kapunkon. Kimentem, és mondta, hogy édesanyámmal szeretne beszélni. És azt mondta ez az akkor 22 éves osztályfőnök, hogy Görömbei néni, ha megtudják, hogy itt vagyok, az állásomba kerül, de csináljanak valamit, mert Andort nem vették föl sehová, nem is veszik föl, hiszen ellenforradalmát gyermeke, az édesapja börtönben ül. Így a polgári plébános és a nagynéném segítségével kerültem az utolsó pillanatban a Győri Bencés gimnáziumba létszám fölöttinek, mert már a 40 fő megvolt az osztályban. 1959. augusztus végén a nagynéném vitt el Győrbe a Bencés gimnáziumba. Nagynéném apáca volt valamikor, de ugye leszerelték őket, ahogy édesapám humorosan mondta, és ő matematika-fizika szakos tanárként Győrben dolgozott, minél távolabb Polgártól. Ő vele mentem el, és irtózatos félelemmel, izgalommal voltam tele, mert én nem akartam tovább tanulni, én imádtam a lovakat, a mezőgazdasági munkát, én szerettem volna otthon maradni a bátyámmal, de mivel én nagyon jó tanuló voltam, menekülni kellett otthonról, és így erőszakkal elvittek Győrbe. Ott, amikor elkísért a nagynéném a gimnáziumba, láttam kiírva az ajtóra, hogy a Véni Sancte ekkor és ekkor lesz. Teljesen elrémültem, hogy itt már a kezdés is latinul van kiírva, mi lesz itt velem. És aztán ez a félelem olyan fokú volt bennem, hogy teljes erőbedobással tanultam, és az első fél év végén egyedül voltam kitűnő a gimnáziumban. Fölfigyeltek rám így módon, mint nagyon jó tanulóra, viszont testnevelésből közepest kaptam, mert egy nem atya volt a testnevelő tanár, hanem egy civil, és azt mondta, hogy
hogy hát át kell ugrani ennyit és ennyit a jelesét, én pedig 131 centi voltam és 47 kiló, a legkisebb az osztályban, tehát így lemaradtam a testnevelésből, később pótoltam ezt növésben is, meg testnevelésben is. Nos, óriási élményem lett a Bencés gimnázium. Először én úgy mentem oda, hogy ha már tanulnom kell, akkor állatorvos leszek, hiszen Polgáron az állatorvos köztiszteletben álló ember volt, és még az állatainkat is szerette. Hottobágyi Józsi bácsi nagyon rokon szenves volt nekem. Aztán egyszer csak Bánhegyi Jobb magyar óráin nagyon hamar a kezdet után fölismertem azt, hogy nekem irodalmárnak kell lennem, mert Jobb bácsi azt mondta, hogy a könyvetekben Illés Béla van, de én Illés Gyuláról beszélek, és aki a kettőt összekeveri, azt keresztben nyelem le. És elkezdte mondani a Három öreg című Illés verset, és én rájöttem, hogy miért kellett nekem zokogva idegenbe indulnom. És ez annyira megfogott, hogy küldetésnek fogtam föl az irodalom tanulást. Úgy gondoltam, hogy az emberi élet alakításának ezt a módját vállalom. Már egyetemista koromban ugye kiváló tanáraim voltak, akik mély magyar irodalmi élményt adtak nekem, folytatták azt, amit Bánhegyi Jobb kezdett Győrben, Barta János, Bán Imre, de nem közvetlen tanárom, de jó barátom, Julov Viktor, Kovács Kálmán viszont tanáromként is nagy hatással volt rám, és szintén nagyon fontos számomra az egyetemistaként megnyert barátság Imre Lászlóval, például Márkus Béláékkal, másokkal, tehát itt egy nagyfokú irodalmi érdeklődés is összekapcsolt bennünket, tehát a szellemi életnek a cselekvő jellegét nagyon fontosnak tartottuk. Görömbei Andrással 63. szeptemberében ismerkedtünk meg, mind a ketten magyar szokra jelentkeztünk és felvettek bennünket ide, és a nagyon hamar létrejövő barátságnak az alapja azt hiszem az volt, hogy nagyon sok dologban voltunk majdnem azonosak, tehát családilag egy ilyen viszonylag konzervatív, hagyományos szellemű családból származtunk, ambiciózus emberek voltunk, jól tanultunk, érdekelt bennünket sok minden. Tehát nagyon jó volt együtt lenni, mert azonos irányba érdeklődtünk. Ugyanakkor megvolt köztünk, meg van mai napig, kicsit egy csomó egészen különböző dolog. Hát talán komikus kicsit erre utalok, ugye ő egy szerzetes gimnáziumból jött ide a Bencésektől, én meg egy nagyon régi kávés a családból származom. Ennek aztán millió következménye volt, meg van ma is, tehát nem tökéletesen azonos az ízlésünk a kedvenc íróink, de alapvetően a legfontosabb kérdésekben egyetértünk, és ez nagyon könnyűvé és kellemessé tette részben az együttléteket, részben később aztán a pályaválasztásnál, témaválasztásnál, egyáltalán feladatválasztásnál az együttműködést. Nagyon hamar egymásra ismertünk abban is, hogy talán már gimnáziumban is, és később is egy kicsit többet akartunk, mint pusztán diplomát szerezni. Ez nem azt jelenti, hogy egyetemi karrierről ábrándoztunk, de próbáltunk cikket írni, tudományos diákkörben dolgozni. Tehát valahogy a napi átlag munkánál többre éreztük magunkat, ha nem is képesnek, de kedvünk többre mutatkozott. Ennél ezt hamar aztán kiderült, amikor a végzés körül már mind a ketten publikáltunk, és hát valamilyen módon nem volt ez beleírva a csillagokba, hogy egyetemre kerülünk, de az látszott, hogy nyilván mind a ketten, ha nem egyetemen, akkor bárhol, írogattunk volna, doktoráltunk volna, cikkeket, könyveket próbáltunk volna írni. Tehát egy ilyen plusz ambíció volt, ami nagyon jót tett az embernek, mert
az ember, nem tudom, más is így van, a szellem munkában úgy el lehet fáradni, el lehet süggedni, az ember bele is unhat egy kicsit. De ha ketten vagy hárman csinálják csoportban, akkor az mindenféleképpen egy ilyen biztatást is jelent. Tehát a szellemi műhelyeknek a szerepe nem csak az, hogy tudományosan támogatják egymást, egy kicsit lelkesítik, egy kicsit biztatják, egy kicsit inspirálják is egymást. Már egyetemistaként gyakran írtam kritikákat, tanulmányokat, úgyhogy a végzésem évében 1968-ban az irodalmi szemlében például éppen abban a nevezetes számban, amelyik a 2000 szót is közölte, Sáfári Lászlóról jelent meg tanulmányom, de más folyóiratokban itthon is már egyetemistaként recenziókat írtam a határon túli magyar irodalomról, és megfogott korán a népi irodalom is. Azokat a hallgatókat, 2-3-at, akikben a Magyar Intézet perspektívát látott további egyetemi kutatói munkákra, akkor egyszakossággal ajándékozott meg, és az én egyszakosi kérelmemet, amelyet tanáraim biztatására készítettem, visszautasították. Kuruc Gyula lett a 20. századon egyszakos, Imre László barátom pedig a 19. században Barta János vezetésével. Én a szakdolgozatomat is Bán Imre professzor úrnál írtam, a felvilágosodás és reformkor magyarság szemléletéről, ős magyarság képéről, és egyszakossági kérelmemet is ezen a területen adhattam be, mert itt volt szükség rá, az irodalmat pedig nagyon szerettem minden ízében, tehát a kisdoktori értekezésemet 1969-ben erről a témáról adtam be, de már egyetemistaként megfogott a kisebbségi magyar irodalom, és nagyon hamar megfogott a népi irodalom is. A kisebbségi magyar irodalmat és a népi irodalmat egyaránt Barla Gyula, a kiváló középiskolai tanár, majd egyetemi oktató is adta nekem, vagy ő ébresztett rá erre az érdeklődésre, amikor egyetemista koromban arra kért, hogy tartsak szakköri vagy önképzőköri előadást Sáfári Lászlóról, illetve a csehszlovákiai magyar irodalomról, és én semmit nem tudtam, hanem alaposan fölkészültem. Másrészt Barla Gyula valami miatt engem szeretett, megbecsült, és titokban azt mondta nekem, hogy mondok egy verset. Dús András juhász volt, már fekete a képe, leásták pihenni le a fák tövébe. Fiatal volt, mégis görbe volt a háta. Istenem, magyar volt, szóljon, aki látta. Kérdezte Gyuszi bácsi, hogy ki írta ezt a verset. Fogalmam se volt róla, de utána néztem, megkerestem, és így kerültem első monográfiám témájához, Sinka Istvánhoz. Nagyon megfogott az a mély világ, amiből ő próbált kitörni, fölemelkedni, és az alulsó Magyarország nekem is otthoni gondom volt, tehát az irodalomban ugyanúgy azt próbáltam folytatni, mint amire ösztönzött már Bánhegyi Jobb íjés példája alapján is. Az egyetem elvégzése után nem kaptam könnyen állást. Végül szintén Barta János segítségével a Hajdúböszörményi gimnáziumba kerültem. Székelyhídi Ágoston Kertész László is segített ebben. Mihály János igazgató úr úgy vett oda, hogy nem volt rám szükség.
KISZ vezető tanár kellett, orosz németet kellett tanítani, magyar tanára volt neki elég és kiválóak, de Bata János kérésére oda vett engem, és ez elindította a pályámat. A pályakezdésem nagyon nehezen alakult, mert a Böszörményi gimnáziumban ugyan nagyon jól éreztem magam, de Debrecenből jártam ki, és mindenképpen szerettem volna a tudományos munkát folytatni. Így Barta János meghívott 1970-ben egy nyugatra vendégtanárnak elment kolléganő helyére őt helyettesíteni. Azonban ekkor engem be akartak szervezni Spitzlinek, és mivel egyértelműen ellenálltam ennek, világá kiáltottam, hogy mit akarnak velem, óriási botrány lett belőle, ezért a tanársegédi kinevezésemet is meg akarta akadályozni a rendőrség. Barta János azonban azt mondta a dékánnak, hogyha egy órán belül nem lesz itt a kinevezésem, akkor ő másnap az akadémia közgyűlésén elmondja, hogy Debreceni Egyetemen nem lehet azt tanársegéd, aki nem hajlandó besúgó lenni. Tehettek egy szívességet, 69 éves vagyok, tette hozzá, és egy órán belül ott volt a tanársegédi kinevezésem. Így juttatott engem egyetemi álláshoz Barta János, de már a felvételi vizsgán is ő segített át, és azt mondta az egyik első óráján rám nézve, hogy tudja, hogy Borotva Élen jött az egyetemre. Mondom, tudom, azt mondja, becsülje meg magát. Hát én próbáltam megbecsülni magam, és igen nagy elégtételem, hogy Barta János az egyik utolsó könyvét úgy dedikálta nekem, hogy eszméim tovább vivőjének. Nagyon sok feledhetetlen élmény segített ahhoz, hogy komoly kutatásokba kezdjek. A kisebbségi magyar irodalmak tanulmányozásában Cine Mihály volt a mesterem, ösztönzőm. Az ő önzetlen kisebbség segítése nagy példa volt számomra. Igen nagy tudása is, egyáltalán a személyisége, az a szeretet, amivel fogadott, és amelyikkel mindig mellettem állt, az ugyanolyan volt, csak teljesen más jellegű, mint a Barta Jánosé, vagy Kovács Kálmáné, Julov Viktoré. Tehát azt mondhatom, hogy engem mindig mindenki segített. Barátaim, fiatal barátaim, épp úgy, mint tanáraim, mestereim. Görömbei Andrást 1971-ben a Hajdú-Bihar megyei rendőrkapitányság 3x3-as ügyosztálya megpróbálta beszervezni. A sikertelen kísérlet után a rendszerváltozásig ügynökökkel figyeltették. Debrecenben több besúgó készített róla rendszeresen jelentéseket a tartótiszt kérésének megfelelően, mint azt az állambiztonsági szolgálatok levéltárában őrzött iratok bizonyítják. Pályám három fő iránya, a népi irodalom, a kisebbségi magyar irodalmak és a fiatal nemzedék magyar irodalma volt. A kortársaimtól is nagyon sok erőt, energiát kaptam. Interjúkötetet is készítettem 17 kortársammal. Ebből is nagy botrány lett, leállították, majd másfél évtizeddel később sikerült kiadni, de eszmei társak lettünk, az Írószövetségben szinte mozgalomban vettünk részt, akkor ott a szabad gondolat, a nyitott gondolat nagyon fontos volt. Tehát egyszerre a tudományos munka és egyszerre a közéleti vállalás jellemezte pályakezdésemet. A régi irodalomhoz
hűtlen lettem írásban, de egyébként nem, mert ma is nagyon szeretem Balassit, Berzsenyit és másokat, tehát a régi irodalomhoz való vonzódásom is megmaradt, de kutatási területem a 20. századi magyar irodalom lett, elsősorban a népirodalom és a kisebbségi magyar irodalmak és a nemzedéktársaim munkássága. Nagy barátságokat is kaptam ezeken az ágakon. Felejthetetlen élmény volt számomra az I.S. Gyulával való többszöri találkozás, a Németh Lászlóval való beszélgetés, és az ő követőik, örököseik barátsága, Csóri Sándoré, Sütő Andrásé, Kányádi Sándoré, Dobos Lászlóé, Gál Sándoré, Szilágyi Istváné, és így sorolhatnám a saját nemzedékemben Farkas Árpád, Király László és mások. Tehát itthon is a fiatal írók József Attila körének egyik vezetőségi tagja voltam kezdettől, és itthon is nagy barátokra tettem szert az itthoni nemzedéktársaim közül. Különlegesen nagyon fontos volt számomra Nagy Gáspár barátsága. Nagy Gáspár szólított meg engem írásaim alapján, és olyan mély barátság szövődött közöttünk, hogy naponta beszéltünk telefonon, korábban rengeteget leveleztünk, nagyon sokszor találkoztunk, és egymást segítve együtt mentünk a nagyvilágba is később, amikor már mehettünk svédországi körúton. Épp úgy együtt vettünk részt, mint Lengyelországin, vagy Moszkvában is együtt voltunk. Nagyon mély élmény volt számomra az ő tisztasága. Szóval az, ahogyan ő 1956 erejét, megtartó erejét vállalta a legnehezebb körülmények között is, az teljesen azonos volt az én eltökéltségemmel és élményemmel. Ezért emlékszem máig is arra, hogy amikor őt a Örök nyár elmúltam 9 éves című verse miatt az állásából is kitették, próbálták hát visszavonásra szólítani, akkor Gáspár kiment, és azt mondta, hogy a költőknek emlékezniük esküt kötelesség. Ez nem lehetett mit mondani. Csóri Sándor azt mondta ekkor, hogy ez a vers egy szál virág, egy ma még nem létező síron, de meg lesz a sír, és rajta lesz a virág. Volt ez 1985. március 12-én, akkor, amikor még senki nem gondolta azt, hogy milyen változások lesznek hamar, de nagyon sokan akartuk. Nagyon nagy élmény volt számomra Nagy László költészete. Róla is monográfiát írtam, nagy monográfiát, a nagy doktori értekezésem volt ez. Nagy Lászlónak a tartása, keménysége, szellemi gazdagsága különleges élményem volt. A baráti gesztusa is irántam nagyon nagy erőt adott, de ugyanígy Sütő András, Csóri Sándor, Nagy Gáspár, akikről később szintén monográfiát írtam, nagyon fontosak mindmáig számomra. Fölvetették nekem azt is, hogy nem érzem-e zavarónak, hogy tulajdonképpen a barátaimról írok monográfiát, és erről nekem az a véleményem, hogy csak annyi zavar ebben, hogy még jobbat kellene írni. Tudom, hogy még jobbat érdemelnének, mint amire képes vagyok, de egyáltalán nem szakmai zavar ez, hanem igazságmondó eltökéltség. Görömbei András 1970 óta dolgozik a Debreceni Egyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetében. 1992 óta egyetemi tanár. 1995 és 2003 között intézetigazgató volt. 1989 és 1992 között a Helsinki Egyetem vendégprofesszora, 93 és 95 között a KLT rektorhelyettese.
Az 1996-97-es tanévben a Bécsi Egyetem finnugor tanszékének vendégprofesszoraként Bécsben tanított. Az irodalommal való kapcsolatom mindig összefüggött az élettel való kapcsolatommal, tehát én sohasem vállaltam a szembeállítását az irodalomnak és az életnek, a különbözését igen, más dimenzióit igen, de mindig úgy gondoltam, hogy az irodalom az emberi sors ügyeinek az intézése, tehát hogy egy rálátása létve, létértelmezés az irodalom tanulmányozása és tudatosítása, ezért nagyon fontos volt számomra az, hogy az irodalom eszméjét átadjam, továbbvigyem. Ezért szeretek tanítani, ezért közvetítem a nagy íróknak a szellemiségét, munkásságát. Én ezt a közvetítést nagyon fontos feladatnak látom, különösen egy olyan világban, amelyik a szellemi értékeket messze menően lebecsüli. Ez az eltökéltség vezetett közéleti szerepvállalásokhoz is. Fiatal koromban ugye a Kelet-Magyarországi Írócsoportnak a titkári feladatát is elvállaltam, mikor erre megválasztottak, és hát évekig csináltam egyébként Nagy Gáspárral együtt, aki országosan volt a felelős akkor írószövetségi titkárként, a választmány legfiatalabb tagjaként ezért a területért. Nagyon sok íróolvasó találkozót szerveztem, rengeteg vendéget hívtam Debrecenbe is. Itt otthon érezte magát Sütő András, épp úgy, mint Csóri Sándor, Dobos László, vagy nagyon sokan mások. Debrecenben irodalmi napokon mindig részt vettem, nagyon sokszor előadóként is, és emlékszem a rendszerváltozás előtti rendkívül feszült irodalmi napokra, amikor Balassa Péter, Nemes Nagy Ágnes, Mészöly Miklós, Csóri Sándor, Sándor Iván és én tartottuk a hat vitaindító előadást, és együtt volt a magyar szellemiségnek a különféle nézetű embervilága, egyet akartunk, tisztább, normálisabb Magyarországot. Tehát én a közéleti szerepvállalásokat nagyon fontosnak tartottam. Nem sajnáltam az időt és energiát arra, hogy esténként Budapesten részt vegyek az Írószövetség vitáin, és éjjel 3:30-ra érkeztem Debrecenbe, 6 órakor pedig ugye fölkeltem és vittem a gyerekeket az óvodába, megcsináltam a munkát. De óriási erőt adott egyrészt a család is, és óriási erőt adott az, hogy éreztem, hogy közösségben vagyok, szellemi közösségben, baráti közösségben, úgyhogy ez nagy erőforrás is volt. Közvetlenül politikai szerepet sohasem akartam vállalni. Elmentem lakitelekre, a lakitelki igazolványom 68-as számot visel, tehát az elején voltam akkor a jelentkezőknek, de pártba már soha nem léptem és nem is fogok, mert számomra a független, szabad gondolkodás és véleményalkotás alapvető erkölcsi feladat, ez az irodalmunk üzenete is. A magyar népi irodalom kezdete a trianoni katasztrófához nyúlik vissza. Ekkor ugyanis a felnövő fiatal nemzedék itt találta magát egy szétdarabolt országban és egy iszonyú, nyomorult körülmények között élő alulsó Magyarország közepette. Úgy gondolták, hogy valamit tenni kell, lehetetlen, hogy a magyarság nemzeti létében is és szociális érzékenységében is ilyen mélyponton maradjon. A népi írókat ez a törekvés fogja össze, az tehát, hogy nemzeti és szociális igazságot tegyenek,
és hogy demokratikus társadalomrendező elvek alapján hozzanak létre egy új nemzeti tudatot, mert a magyar nemzeti tudat leszűkített tudat volt. ...1972. novemberében nősültem meg. A feleségem, Kis Valéria Katalin, tulajdonképpen tanítványom volt, de nem akkor kerültünk kapcsolatba, hanem a szigorlati banketten jöttünk össze, amikor az ő szigorlatukat, negyedéves szigorlatukat ünnepeltük meg. És hát azóta jó kapcsolatban együtt élünk, szeretetben, olykor vitában, 36 éve ennek, és nagyon fontos az, hogy ő is megtalálta a maga saját szellemi feladatát és küldetését, a Kossuth Gyakorló Gimnázium igazgatóhelyettese, magyar-angol szakos tanár, és hát nagyon eleven szellemi életet él, és nagyon nagy dolog, hogy 4 gyerekünk született, 4 aranyos lányunk van, mind a 4 egyetemet végeztek, mind a 4 nagyon szépen helytállnak a munkájukban, a munkahelyükön, különféle hát, hivatásokat művelnek. A családi összetartást nagyon fontosnak tartjuk, és tegnap is például azt mondta Kata 9 órakor, hogy menjünk már el Pestre, hívjuk össze a lányokat egy ebédre, és így családi ebéden vettünk részt együtt Budapesten. Tehát nagyon fontos, hogy most is hazajárnak, sajnos mindegyikük Pesten dolgozik, illetve a legnagyobb Brüsszelben dolgozik most pillanatnyilag. Benső feladatom, benső ügyem volt a kisebbségi magyarság képviselete. Elképesztőnek tartom azt az igazságtalanságot, ami a magyarsággal Trianonban történt. Az, hogy egy 325 ezer négyzetkilométer nagyságú országból maradt 93 ezer négyzetkilométer. Az, hogy a magyar nemzetiségű lakosságnak egyik része az ország határain kívül kerül, és különféle országokba is az anyanyelvét sem használhatja, elképesztő igazságtalanság, és ez az igazságtalanság engem mindig az értük való cselekvésre ösztönzött arra, hogy fogjuk össze a magyar szellemiséget határokon fölül, tehát a határokat légiesítsük, szellemi egységet, összefogást próbáljunk segíteni. Nos, ez nagyon nehezen ment az elején, ezért engem is lenacionalistáztak, ellenségnek tekintettek, rengeteg probléma adódott ebből. Már 1975-ben az Alföldben egy külön számban mutattam be a csehszlovákiai magyar irodalmat, följelentés, felelősségre vonás következett, és így tovább. Már amikor 1970-ben megjelent Sütő Andrásnak az Anyám könnyű álmot ígért című regénye, szabad szemináriumot tartottam róla, és 2 akkori hallgatóm, ma az egyikük akadémikus, a másik is ismert író, bejött Kulcsász Szabó Ernő és Pósa Zoltán, és mondták, hogy vigyázzak, mert rendőrök is vannak a szemináriumon civilben. Tehát ilyen közegben kellett a kisebbségi magyarsággal foglalkozni, de óriási előforrás volt számomra Ijés Gyula, Csóri Sándor, Cine Mihály, Ilia Mihály és mások példája. Tehát tudtam, hogy igaz ügyért harcolok kisebb emberként, mint ők, de igaz ügyért elszántan. Így választottam ugye kandidátusi disszertációm témájának a kisebbségi magyar irodalmat. Így írtam az első tankönyvet kisebbségi magyar irodalomról, amelyik aztán átdolgozva, kiegészítve sok kiadásban mindmáig használatos. És a
Magyar Tudományos Akadémia tagjává választott, az akadémiai székfoglalómban is a nemzeti önismeret irodalmi értékeit próbáltam bemutatni, és a rendszerváltozás pillanataitól kezdve segítője voltam annak a törekvésnek, hogy a Magyar Tudományos Akadémia a határon túli magyar tudományosságot is vegye be a magyar tudományba, tehát hogy egy magyar tudomány van, egy magyar nemzet, ennek sokféle rétege van, sokféle sorsú embere, de fogjuk össze, segítsük. Berényi Dénes akadémikus vezette a Magyar Tudományosság külföldön elnöki bizottságát, én ennek a bizottságnak kezdetektől fogva tagja voltam, majd 10 év után Berényi Dénestől én vettem át ennek a bizottságnak a vezetését, és most is időmnek jó részét azzal töltöm, hogy a határon túli magyar tudományosságért, magyar szellemi életért dolgozom. Így vettem részt az utóbbi hónapban Alsóőrön egy konferencián, aztán Eszéken a másikon, és így indulok a jövő héten Csíkszeredába, utána Kolozsvárra, tehát személyesen is részt veszek, irányítom, ha tetszik, a határon túli magyar tudományosság akadémiai bizottságát oly módon, hogy mindent elkövetek a magyar értékek megbecsülésére. Ez nem más nemzetek ellen történik, hanem alapvető emberi tisztesség alapján. Nagyon fontosnak tartom ezt a munkát, ennek a munkának része sok-sok tudományos kutatás támogatása, és közvetlen része a Domus Hungarica, az Abonyi úti székház ösztöndíjas programja, ahol az utóbbi 10 évben 2000-nél több hónapot töltöttek ösztöndíjjal határon túli magyar kutatók, és szép tudományos eredményeket hoztak ezek a kutatások. Most egy hónapon belül megjelenik az a kötet, amelyik az önismereti, itt készült, itt ösztönzött tanulmányokból ad egy gazdag válogatást. Az én életemben, az irodalom megbecsülésében igen nagy változás történt, igen nagy leértékelés. Amikor én fiatal tanár voltam, az irodalom a szellemi élet nyitásának volt az egyetlen lehetősége a politika zártságával szemben. És így módon nagyon sok embert érdekelt az irodalom, óriási példányszámban jelentek meg a könyvek, a jó könyvek és az irodalomtörténeti munkák is. Később nagy leértékelődés történt, a politikai hangoskodás, ellenségeskedés szinte elszívta a levegőt a komoly szellemi élet elől, úgy láttam. De annak ellenére, hogy az irodalom szemléletben is nagyfokú változás történt, mégis azt látom, hogy tanítványaim sokasága, tanítványaink sokasága folytatja azt a munkát, és egyre nagyobb eredménnyel, amit itt mi csináltunk évtizedeken keresztül, és csinálunk ma is. Tanítványaink, ezt azért mondom, mert én a folytonosság híve vagyok, Horváth Jánostól Barta Jánoson keresztül, sok-sok Cine Mihály, mások segítségét is köszönve folytatom azt a munkát, amit tőlük átvehettem, tőlük kaptam, azt a feladatot szeretném tisztességgel teljesíteni, és tanítványaim helytállnak, nagyon sok nevet említhetnék itt. Igen nagy meglepetés volt számomra, amikor 60. születésnapomon köszönteni akartak, és mondtam, fölhívtak telefonon, és hát mondtam, hogy jó, jöjjenek be a szobámba, és akkor mondták, hogy de hát ők annyian vannak, hogy
nem férnek be a szobába, és például 27 tanítványom egy könyvvel ajándékozott meg, amelyik az ő rólam, az én munkáimról szóló írásaikból áll, és a saját munkáikból részben. Vagy azt mondhatom, hogy a legkülönfélébb egyetemeken, főiskolákon mindenütt ott vannak a személyes tanítványaim is, és szerkesztőségekben is ott vannak. Tehát ha neveket sorolok, akkor nagyon nagy ez a névsor. 18-an doktoráltak nálam az én témaköreimből az utóbbi években, és valamennyien a pályán vannak írásaikkal, tanulmányaikkal, és az egész országot, és nem csak az országot, az egész magyarságot átfogják. Tehát nagyon sok olyan ember van, aki folytatja ezt a munkát, és egyre inkább azt látom, hogy az irodalom szemléletben is van egy olyan változás, amelyik a tiszta esztétizálás helyett, tehát a gondolatok sterilizálása helyett egy összefogottabb értékszemléletet, összetettebb értékszemléletet val, és az emberi jelentőségű dolgokat épp úgy az esztétikai érték részeként elemzi, mint ahogyan ezt Batta Jánostól tanultuk, és próbáljuk folytatni. Tehát én úgy látom, hogy most egy nagy helyreigazodás is van a szemléletben, tehát én azt remélem, hogy szemben az árral, szemben a politikai viszálykodásokkal a szellemi életnek mégiscsak lesz újra méltósága és ereje. Munkásságát többször ismerték el díjakkal és kitüntetésekkel, a fontosabbak. József Attila díj, Csokonai díj, Tamási Áron díj, Széchenyi professzori ösztöndíj, Proliteratúra díj, Tisza Tájh díj, Kossuth díj, Arany János díj, Szilárd Leó díj, Cine Mihály díj, Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány hídverő díja. 2002-ben polgárvárosa, 2003-ban Debrecen városa választotta díszpolgárává. Sokan kérdezték már tőlem, hogy mi ad erőt nekem ekkora munkához, ilyen összetett munkához, és én csak azt tudom válaszolni, hogy számomra mindez természetes. Tehát olyan mély indításokat kaptam, hogy nekem természetes volt az első pillanattól az, hogy ezt az utat folytatnom kell, járnom kell, tehát én nem érdemként, hanem adottságként fogom ezt föl. Azt gondolom, hogy mások szenvedése is segített engem, tehát a példák, a sorsok, a kettétört sorsok sokasága is arra ösztönzött, hogy minél tisztábban, minél normálisabban kell képviselni az elveinket, és a megalkuvók összeomlása különösen bátorított arra, hogy megalkuvás nélkül képviseljem a magam elgondolásait. Minden élményem is ezt segítette. Szóval amikor engem be akartak szervezni Spiclinek, akkor egy percig nem gondolkoztam azon, hogy ezt lehet-e vállalni. Vagy amikor a forradalmat akarta velem megtagadtatni Király István, föl sem merült bennem, hogy erről eszmecserét folytassak vele, hogy meggyőzhessen engem. Tehát tulajdonképpen nekem nagyon könnyű helyzetem volt a szüleim, a tanáraim és a magyar kultúra hatása miatt. Publikációnak száma több mint 600. Ezek között 18 önálló kötet, egy finn és ukrán nyelven is, 22 általa szerkesztett könyv, 90 másokkal közös kötetben közölt tanulmány, közel 150 folyóiratban publikált írás, közülük néhány angol, német, francia, finn, bolgár, orosz nyelven is, 200 folyóiratbeli kritika, 22 interjú, 80 lexikoncikk. Görömbei András 20 éve a Hitel című irodalmi folyóirat főszerkesztő helyettese. Nagyon sokféleképpen lehet meghatározni Görömbei András egyetemi tanár, akadémikusnak a jelentőségét, mert szerint rendkívüli kiterjedt életmű. Én azt mondanám talán, ha így összefoglalom kéne beszélni róla, hogy
egy nagy tudóst többek között, nem, többek között az minősít, hogy mi az, ami ő utána fönnmarad, mi az, amiben ő egészen más irányt ad a kutatásoknak. Tehát magyarán mondva, ha kivennénk a magyar irodalomtudományból a Görömbei műveit, akkor ott mekkora űr lenne? Hát itt azt hiszem, baráti elfogultság nélkül mondtam, hogy óriási űr lenne. Tehát ő volt az, aki kezdettől, tehát a 70-es évektől a határon túli magyar irodalmaknak írta meg a történetét, részben monográfikusan, nagykönyvben, mint a csehszlovákiai magyar irodalmit, részben egyéb résztanulmányokban, Sütőről, másokról írt cikkekben, könyvekben. Sütő András levele Görömbei Andráshoz. Két évtizede már annak, András, hogy az erdélyi magyarság ellen indított hóhérló hadjáratban, fából vaskarikát kalapálva, magyar eredetű románoknak kereszteltek el minket. Így hát magyar írói mi voltunktól is megfosztottak, nominálisan persze. Akkor újabb történelmi didergésben nézelődtünk szerte, honnan várhatunk nemzeti szolidaritást. Valamiképpen e magyar állampolgársági óhaj, sóhaj, vészkiáltás keletkezett közöttünk. Nagyobb részt némaságosan. S többek között mi történt akkor? Csekéségemről szép szolidaritással, budapesti morgolódás ellenében is monografikus könyvet írt áll András. Amivel te akkor a határokon túli magyarok irodalmát védelmetbe vetted, nem lehetett más, mint az íj és látta, hitte, vallotta, soha meg nem töretett hazánk a magasban. Közös mesterünk tiszteletében szabad hát így szólnom. Talán azonos szellemi vércsoport alapján lehettem én is monográfiát tárgyává. Így kaptam tőled magyar állampolgárságot. A te határok felett szálló, magas kiáltásod, szolidáris szelleme is benne volt Sinkovics Imréhez küldött életet és irodalmat párosító arszpoétikámban. Imrus, én maradok, másként nem tehetek. Görömbei András, maradj velünk, s én veled maradok időn végéig. Marosvásárhely, 2004. december 3-a. Most nagyon érdekes, hogy ebben az ő szemlélete formálódásában nem csak az ilyen tárgyú nemzeti, etikai elkötelezettség segítette, hanem a tanultsága is. Ezt nem mindenki tudja róla, hogy ő német szakból és orosz szakból is elvégzett két évet. Tehát ő nagyon alaposan, idegen nyelven és egy jeles irodalmi kultúrát számon tartva, ő, hogy mondjam, zsigeri szinten tudta az, hogy hogy épül egy irodalom, milyen funkciói vannak, mire van szükség ahhoz, hogy egy nemzeti identifikációt kifejezzen. Tehát egy orosz, vagy egy német, vagy bármely más nemzeti kultúra ismerete hozzásegít valakit ahhoz, hogy tudja igazán perspektívában látni, föl tudja vázolni, meg tudja alkotni mondjuk a szlovákiai magyar irodalom történetét. Ez igenis nem elég lelkesedés és nem elég buzgalom, hanem ez igenis kell egy olyan tanultság, amelyik világirodalmi szinten is tudja azt, hogy hogyan jönnek létre irodalmak, hogyan hatnak egymásra a műfajok, mi a szerepe a könyvkiadástól, a folyóiratokig, egy csomó mindennek. Tehát ő benne megvolt, ezt kevesen emlegetik, mindig inkább az etikai dolgot emelik ki, hogy benne megvolt, vagy megvan egy sose kérkedő, de nagyon alapos műveltség, irodalomtörténeti, világirodalmi is, ami egyszerűen minden hivalkodás nélkül megmutatja azt, hogy az irodalom szerkezetével és főleg a funkcionálásával van tisztában. Na most ilyen módon ő tehát a nemzetiségi magyar irodalmatnak egy nagyon tudós, nagyon szisztematikus feldolgozója tudott lenni, aki előtt ilyen még nem volt, nem írta ki meg ilyen könyvet, hogy a szlovákiai magyarom története, vagy nem tudom mi, utána viszont már ez egészen másként ment. Tehát azt hiszem, hogy ebben például tényleg határkő a magyar irodalomtudomány története, akár hosszabb távon 100 éveket, 200 éveket is véve alapul. Ezt később lehet folytatni, lehet, hogy lesznek még ilyen könyvek, meg monográfiák, disszertációk, de igazából először, ilyet először ő kísérelt meg, természetesen aztán személyi monográfiákat és Sütőről, másokról, rengeteg tanulmánykönyvet. Ez azonban olyan teljesítmény volt a részéről, amelyiket teljesen járatlan úton
haladt. Tehát a tudományban az egy nagyon nagy dolog az, ha valaki egy senki által meg nem próbált, egy soha meg nem kísérelt tudomány területnek és technikának és módszernek a sikeres megvalósítója. Ezen kívül a népi irodalommal kapcsolatban szokták emlegetni még joggal, Sinka könyvét, más egyéb monográfiát, Líra történeti jelentőség és igen nagy Nagy László könyvének másoknak. Egészében véve egy olyan szemléletet tudott belevinni a kritikai és a irodalomtörténeti munkáiba is, amely egyfelől valóban szakszerű, esztetikailag is megalapozott, nyugodt, kiegyensúlyozott, tiszta vonalvezetésű, másrészt végül is egy nemzetnek a szellemi és erkölcsi emelkedéséhez nélkülözhetetlen az, hogy az irodalomban visszatükröződő sorsával tisztában legyen. Debrecen számomra megváltást jelentette, mert 1963-ban jelentkeztem ide egyetemistának, akkor, amikor az én helyzetemben először lehetett ezt megkísérelni, és Barta János fölvett, ez meghatározta további életemet. Debrecennel megismerkedtem, Debrecen régi kultúrájával is, Bán Imre professzor Julov Viktor irányításával majd, és Debrecen számomra a karakteres várost jelentette a múltban, majd a kommunista időszakban engem is üldöztek itt, megfigyeltek, minden rosszat tettek velem, de az utóbbi 20 évben boldog vagyok, hogy debreceni lehetek, mert Debrecennek a szellemisége, Debrecennek a karaktere, tartása, a városnak a gazdagodása, szépülése, nagy élményem. És hát mindenek előtt számomra az egyetem, mint munkahely, ugye most már 4 évtized óta a legfontosabb helyek egyike, az otthonom mellett a legfontosabb szellemi gazdagságot jelentett, óriási baráti kapcsolatokat, nagy tanács személyiségek barátságát is. Szóval Debrecen számomra otthon, és nagyon szeretem ezt a várost. Úgy érzem, hogy nagyon nagy dolog az, hogy most is tartása van a városnak, most is szépül, gazdagodik. Szóval én debreceninek vallom magam, bár nem itt születtem, megszerettem ezt a várost. Többször volt lehetőségem, vagy ajánlás arra, hogy Budapestre menjek. Nem választottam Budapestet Debrecen helyett, mert ez a méret is nekem való. Minden héten vagyok Budapesten, de Debrecenben érzem magam itthon, és Debrecen nekem szellemi lehetőség is, és baráti társaság lehetősége is.